ünnepi tárlat várta az Árpád-fürdő rendezvénytermében a képzőművészet barátait, ahol a 92 esztendős Kesztyűs Ferenc festőművész kivételes alkotásai, illetve az általa alapított és idestova 65 éve működő nemzetközi képzőművészeti magániskola és műhely növendékei mutatkoztak be az Ősfehérvár alkotóközösség programjának keretében. Nagy örömmel készültem erre a kiállításra. Évek óta ismerem dr. Kesztyűs Ferenc munkásságát, mondhatom, hogy baráti a kapcsolatunk, és Budapesten voltunk a Benczúr Hotelbe egy kiállítás alkalmával, ahol én is részt vehettem néhány képemmel, és ott merült fel a gondolat, hogy meghívnám Kesztyűs Ferencet a tanítványaival együtt ide az ősi koronázóvárosba, Székesfehérvárra, hogy bemutassuk itt is a tanítványoknak az alkotásait, valamint dr. Kesztyűs Ferencnek a tűzzománc kerámia képeit. Kesztyűs Ferenc az egyetemes festőművészetet forradalmasító tűzzománc kerámia, valamint a Silokink szilikon művészfesték feltalálója, igen gazdag és tartalmas életutat járt be. Dolgozott díszítő és freskófestőként, aranyozóként a Parlamentben, az Operaházban, az Operettszínházban, a Moulin Rouge-ban, emellett grafikusként is tevékenykedik, több folyóiratnak rajzolt és készített karikatúrákat. Sokrétű a művészete, mert kevesen tudják, de a Ludas Matyinak volt egy vezető karikatúristája régen, külön múzeuma is van a világban neki a karikatúristái, vagy karikatúráiról, de a legújabb kori eseményei között a szilikon művészfesték és a tűzzománc kerámia az, ami világszabadalomként fémjelzi a munkásságát. A mester és tanítványainak tárlata Karacs Zagyva Irén, Kesics Judit, Major Gabriella, Kemenyecki Judit, Ternyák Erzsébet és Gál Mihály alkotásai a hónap végéig tekinthetők meg az Árpád-fürdőben.